a mindenható Istennek, az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek áldása szálljon a vetéseinkre, és maradjon rajtuk mindenkor. Amen. A történelmi egyházak képviselői szentelték meg Balkányban a cseperedő búzát. A vármegye sok más szántóföldjéhez hasonlóan ez a terület is olyan, melynek terményeiből a határon belül és kívül élő rászoruló magyarság számára ajánlanak fel. A 2011-ben útjára indított Magyarok kenyere 15 millió búzaszem program a magyar gazdatársadalom önzetlen, segítő szándékú összefogása. Rácz Imre, az Agrárkamara vármegyei elnöke elmondta, minden évben növekedik a felajánlók száma Szabolcs-Szatmár-Berekben is, az eddigi csúcsot a tavalyi év hozta. 510 mázsa termény jött össze, amit itt 15 civil szervezetnek ajánlottunk fel, illetve Kárpátalján túl egy ilyen szociális otthonnak az üzemeltetéséhez járunk hozzá, anyagiakkal is, illetve ezeket szoktuk vetőmaggal is támogatni, mert ők maguk gazdálkodnak, illetve burgonyával, a almával az őszi betakarítás időszakában. Mindig, ami éppen érik, ahhoz gyűjtögetünk itt a gazdálkodóktól, és egy-egy kis autóval átviszik a határon. A magyarok számos területen példásan összefogtak, már különösen igaz ez az orosz-ukrán háború kezdete óta. Közülük is egyik vezető helyen állnak a gazdák, akiknek eközben gazdasági nehézségekkel és az időjárás viszontagságaival együtt kellett megteremteni a mindennapi kenyeret. Hiszen hisznek valóban Isten áldásában, Istenhez fohászkodnak az időjárás kegyeiért, és elhiszik azt, hogy egy icipici búzaszemből mekkora termés lehet. A termés következtében az őrlés után megszületik a kenyér, és ha ismerik azt a magyar népmesét, amikor a kenyér mondja, hogy tűrjél, mert tűrtem én is, képesek tűrni, hiszen eltűrik a gazdaság rajtuk kívülálló nyomásának a lehetőségeit is, az olyan politikai eseményeket, amelyeket józan gondolkodású ember nem tud befolyásolni, és eltűrik azt az időjárási anomáliát is, amelyet sokszor tapasztalunk. A kenyér a legfontosabb összetartozást szimbolizáló ételünk, a Magyarok kenyere program pedig az önzetlenség megtestesülése. Erről már Baracsi Endre, a vármegyei közgyűlés alelnöke beszélt az eseményen. Ez a mai nap, illetve maga a Magyarok kenyere program, illetve az, hogy majd búzaszentelés is lesz, én úgy gondolom, hogy példát állít mindenki elé. Nem csak itt a vármegyében, hanem az országban és a határokon túl is. És ez a példa, ez reméljük, hogy ragadós lesz. Mert amelyről főigazgató is beszélt, az önzetlenségről, azt hiszem, hogy a mai világban az egyik legfontosabb emberi tulajdonság, amelyet gyakorolnunk kell. Az elhatalmasodó nehézségek ellenére a kárpátaljai magyarok élni akarnak, ehhez pedig a gazdáknak minden lehetséges segítséget meg kell adni, mondta Jakab István, a Magosz elnöke Balkányban. Az, ahogy a gazda nem csak fizikai értelemben termeli meg a gabonát, hanem lélekben is azonosul azzal, amit csinál, amit létrehoz. És a természet, ahogy ébred, úgy lélekben éli meg ezt a csodálatos folyamatot. Nos, ez az a lelkünkben való erős ünnep, ami hitünkből fakad, ami erőt ad a további munkához is, és ami erősíti a nemzeti összefogást. Az eseményen elhangzott, a gazdák önzetlen adományainak köszönhetően mára már több mint 100 000 gyermek és rászoruló éves ellátását biztosítják Kárpát-medence szerte.